Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Egy üres üveget előzetesen mélyhűtőben jól lehűtöttünk. A hideg üveget az asztalon helyezzük el, és a szájára egy megnevesített pénzérmét helyezünk, úgy, hogy teljesen lefedje a palac száját. Azért szükséges az érmét benevesíteni, hogy biztosan légmentesen zárja le a palackot. Ezután az üveg mellé az edénybe meleg vizet öntünk. Amint a meleg vizet elkezdjük önteni, a pénzérme szinte azonnal mozgásba kezd a üveg száján. Jól hallható, amint az érme elmozdul. Ilyenkor a palacból levegő távozik. A palacban található hideg levegő elkezd felmelegedni és így tágul. Ez a tágulás az oka a pénzérme felfelemelkedésének. Minél gyorsabban melegszik a levegő, annál gyorsabban tágul. A meleg vízbe helyezett üvegen ezért mozog a pénzérme. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!